nagyon jól éreztük magunkat az idei Dentelregattán, egy igazi erőszeres verseny volt. Gratulálok az összes csapatnak, amelyik teljesítette a támot, vagy egyáltalán elindult és részt vett. Mindez nyilván az is kellett, hogy Ditkei Farkasék egy olyan professzionális versenyt szervezzenek, ahol mindenki biztos lehetett abban, hogy ez a verseny ez tökéletesen fog mindenkinek sikerülni. Bízom abban, hogy az 5. Dentelregattát jövőre megnyerjük. Ugyanis az idén sajnos az erős szél miatt tönkrement az egyik vitorlaállító kötelünk, amivel aztán ennek az lett a következménye, hogy ki kellett állnunk. De emellett köszönöm szépen a Dental Pressnek is azt, hogy létrehozták ezt a rendezvényt, és nagyon várunk mindenkit jövőre az 5. Dental Regattán. Az idei Dentál Regatta egy különleges élmény volt, fantasztikus volt a szél, rendkívül jó csapattal sikerült most együtt versenyezni, és egy különleges kapitánnyal, Soponyai Gézával. Meglett az eredmény, elsőként futottunk be, de éppen akár lehetünk volna utolsók is. Az élmény volt a különleges, hiszen az Istenek és a Balaton a Dentál Regattát egy különlegesen jó széllel kényeztette. Igazán nagy öröm volt itt lenni. Tehát azt hiszem, hogy az idei évben is egy csodás élménnyel lett gazdagabb a szakma. Ezen az idei Dentál Regattán, a 2017-esen kegyes volt a szél, kegyes volt Poseidon, mindenki, aki ilyenkor kegyes lehetett hozzánk. Nagyon jó volt kint a vizen, nagyon jó élményeket hozott elő. Én régi tengerész családból származom, már régóta nem vitorláztam, de ez most visszahozta a gyerekkori kedvenc élményeimet. Úgyhogy köszönöm szépen, remélem jövőre is újra itt veletek. Nagyon jól éreztem magam én is, és a csapat is. Embert próbáló körülmények között nagyon profi szervezéssel folyt le a verseny. A főnökök elmondták, hogy most már értik, hogy miért beszélek néha erőjesebben az asszisztensekkel, mert itt is ugyanezt a vagy hasonló stílus kell előszedni, és tényleg voltak hangos a szavak, nem csak tőlem, másoktól is a hajón. Elszakítottunk egy vitorlát, a versenytársainknál is láttam, hogy volt egy kis anyagi kár, de szerintem mindenki élvezte és színesítettük a élménytárunkat ezzel a mai nappal, az biztos. Az idei Dentál Regattának a felvezetése keménynek ígérkezett. Az egész héten arról kellett védekeznem, hogy fogunk versenyt rendezni, mert mind a meteorológia, mind egyéb versenyek rendezői egy ilyen képet festettek a mai nap felé, hogy túl erős lesz a szél, és nem lehet majd vitorlás versenyezni. De hál' Istennek sok hajó elhitte, hogy itt lesz egy verseny, és az időjárás is mellettünk állt. Úgyhogy egy kiváló, izgalmas és nehéz vitorlás verseny után vagyunk, amit a rendező örömmel lát. Jó volt nézni, hogy milyen felelősségteljesen és komolyan vitorláztak a hajók. Igazából persze történtek károk, néhány vitorla elszakadt, de kevesebb, mint amit az ember gondolt volna ezelőtt. És igen jó vitorlás versenyen vagyunk túl, ami szerintem mindenkinek nagy élmény, aki részt vett benne, mind a rendezőnek, mind a résztvevőnek. Úgyhogy a folytatás következik jövőre.